Üdvözöljük kedves nézőinket, ez itt a 444 Mária ügyhíradója. Feltámadnak a halottak? Hósa anyja nem Stróman. Gyáva szar, aki álnében ír. Indul a stop soros. It's time to stop! Ezen a héten is elképesztő dolgok történtek a varázsvilágban. Például kiderült, hogy idén feltámadnak a halottak. A TV2 Müller Rózsa Jósnővel és Frabátó mestermágussal fordult rá 2018-ra. Ami nekem nagyon tetszik, ez a zombik föltámadás. Ezt akartam mondani, hogy a halottak feltámadását, azt igen. Hogy kell értelmezni? Én őszintén megmondom, Jósnak van ennek nagyon jó oldala is, de van bizony rossz is. A Mokkában arról volt szó, hogy nagyon sok az arab, és idén elindul a harmadik világháború is. Úristen! Nyugalom, az is kiderült, hogy aki magyar, annak nincs mitől félnie. A franciák elindítanak az arabok ellen egy olyan szinte háborúszerűt, ők kiüldözik az országukból. Összességében akkor azért kimondhatjuk, hogy mi magyarok megnyugodhatunk, tehát számunkra egy jó év lesz. Szerintem igen, kívülről figyelhetjük valamilyen szinten az eseményeket. Még azt is leírja Nostradamus, hogy ebben az évben nagyon sok helyen megtiltják a disznóhús evését. Hósa Lajos anyja nagyon rosszul járna, hogyha betiltanák a disznóhús, mert épp most vette sertéstelepet. Aztán a sertéstelep mellé varázsütésre nyert egy rakás pénzt is. De tényleg ő vette? Nem lehet, hogy csak valaki más az ő nevében? Dehogy. Kósa Lajos is megmondta, hogy az édesanyja nem Stróman. Á, tényleg. Édesanyám nem Stróman, de senkinek sem. Stróman az édesanyám, mert nem az. Az is csak egy kicsi erkély, nem terasz. A békemenet szervezője véletlenül kiosztotta a fideszes médiát, miután megjelent róla egy névtelen, gyalászkodó blogpost. Bencsik András az Echo TV-ben kelt ki a névtelen cikkek ellen, és gyáva szarnak nevezte a nevüket nem vállaló írókat. Csak azt felejtette el, hogy a kormány sajtóban minden második cikk szerző nélkül jelenik meg. Az illető álnéven írta. Igen. Tehát egy olyan gyáva szar, hogy még a nevét sem merte vállalni, ez a véleményem róla. Egy ócska alatt. A névtelen cikkek szerzőinek többé nem lesz kiről írniuk, hogyha a kormánynak sikerül kitiltani a Soros Györgyöt Magyarországról. Orbánék egy egész törvénycsomagot írtak, hogy megállítsák Sorost. El is nevezték Stop Sorosnak. Soros György is eldöntheti, hogy mit csinál. Abba hagyja-e azt, amit eddig csinált, vagy folytatja azt, amit eddig csinált, csak az új törvény rá is vonatkozni fog. Az ő pénzügyeiket nagyítóval fogjuk nézni, és a migráció támogatására fordított összegre egy illetéket vetünk ki, tehát elvesszük mintegy 25%-át ennek a pénznek. Személyükben pedig nem mehetnek se a határ körzethez, ha nem magyar állampolgárok Magyarországra se léphetnek be az országtól, és távol tartjuk őket. Ez még nem végleges, aki esetleg még valaki mást is kitiltana az országból, az ezen az e-mail címen jelezheti.